5097 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést az elmúlt 24 órában. Ez rekord közeli szám, mint ahogyan az elhunytaké is. Egy nap alatt 99, többségében idős krónikus beteg vesztette életét. A kórházi ápoltak száma 264 fővel emelkedett, és újabb 32 beteg került lélegeztetőgépre. A számok nem biztatóak, és a szennyvízből vett minták sem. Ezek alapján elmondható, hogy 6-8 napig biztosan nem enyhül Magyarországon a járvány, hangzott el az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Budapesten és Pest megyében van a legtöbb fertőzött. Mobil tesztelőállomások kezdik meg működésüket, erről is beszéltek a sajtótájékoztatón. Elsőként 6 szűrőbuszt állítanak be Pest megyében, az egyiket már most hétvégén Cegléden a Toldi kórháznál. A szűrőállomásra azok mehetnek, akiknek az enyhe tüneteik alapján a házi orvos elrendelte a tesztet, de a mentőszolgálat munkatársai a leterheltség miatt még nem érkeztek meg az otthonukhoz. Cegléden a legfrissebb adatok szerint 267-en vannak járványügyi zárlat alatt, és 102 ember járványügyi elkülönítésben, vagyis ők igazolt betegek, otthonukban gyógyulnak.